Takás Rita vagyok, nézzétek velem az NSO TV-t és a harmadik félidőt. Vidi eddigi teljesítményét látva, meg nyilván továbbra is szeretnék magabiztosan vezetni a tabellát, nehéz elképzelni, hogy így ezzel a kerettel akkor a Puskás Akadémia meg tudja nehezíteni a dolgát. Ha abszolút a rendes, teljes csapattal játszhatnának, akkor ebből tényleg kerekedhetne egy komoly jó találkozó. Így nehéz elképzelni, hogy komoly fejtörést jelentsen a Puskás a Videótonnak szerintem. Most én úgy számolom, hogy 1-2-3-4 ilyen 5 alapember fog hiányozni Bence és Mikiektől, és végre összerakta azt a 11-et, amelyiket tudja használni, mert azért nem sokkal több, vagy nem sokkal bővebb ez, most annak a fele szerintem nagyon sok, úgyhogy... Pláne Lencs, ugye Lencs különösen, aki azért tényleg most beindult, és lövöldözi a gólokat sorban, és önbizalommal játszik, tehát ez így nagyon nehéz helyzet. És hát valahogy most így választottuk ki, egy másik nehéz helyzetben lévő csapatról is szeretnénk beszélni, illetve az ő meccsükről, a Kaposvár Fradiról, nem csak azért, mert ez lesz majd a harmadik félidő előtt, hanem azért, mert most ugye láttuk a Fradit a Liga kupában, és mind a ketten ott voltunk, 3 tétmeccsen kikaptak egymás után, és e pillanatban nem tudom őket esélyesnek hívni Kaposváron, az alapján, amit láttunk. És olyan furcsa, amit ugye mondott Ricardo Moniz utána, szóval mintha a csapat egység vagy. Tehát, hogy igazából arra utalt, hogy a játékosoknak az egymáshoz való viszonya az, ami nem megfelelő, és ezen kellene változtatni, hogy nagyobb türelemmel egymás iránt, meg nagyobb segítéssel egymás iránt, úgyhogy olyan, mintha esetleg ilyen öltözőbeli vagy csapategységbeli problémák lennének a Ferencvárosnál, pedig hát nyilván a kerettel jól erős mondjuk a Kaposvár, mint a Kaposvár, ez nem lehet kérdés, de mondjuk nyilvánvalóan a Honvédnál is jóval erősebb a Ferencváros, aztán láttuk, hogy ez mire volt elég. És Besics közben belengeti, hogy az Aston Villa meg a Tottenham őt állítólag szívesen elvinni. Ez szerintem nem egy jó időzítés. Pont most olvastam ezt a hírt, ami már lehet mondani, hogy most már ennél sokkal rosszabb nem lehet, hogy